Így szóltak a szép szavak Győrben, a hírhöz hozzátartozik még, hogy szép sikert értek el az egri főiskolások is, hiszen először fordult elő, hogy ilyen rangos helyezést szereztek, Melyko Róbert harmadéves hallgatónk személyében a második legjobb versmondót tudhatjuk magunkénak, vele majd a következő adásban fognak megismerkedni. Hogyha zajlanak a napokban az egri főiskolai napok rendezvényei, akkor már megszokhattuk, hogy hozzátartozik az is, hogy regionális állásbőrze és felkészítés napok is csatlakozik ehhez a rendezvényhez. Karrierirodánk vezetője Farkas Attila, köszöntöm tisztelettel a stúdióba, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mióta is zajlik ez a regionális állásbőrze? Hányadik volt ez már a sorban? A karrieriroda rendezésében ez már a harmadik volt, tehát természetesen korábban a főiskola számtalan sikeres állásbőrzét lebonyolított már. És most bővült egy kicsit az elnevezése is, ha jól figyeltem, akkor idén először volt úgy, hogy regionális állásbőrze és felkészítő napok. Így van, felkészítő napot már korábban is rendeztünk, de most már napoknak hívhatjuk őket, hiszen bővült, olyannyira bővült a repertoár, hogy már egy napba bele sem fért. Úgyhogy most már felkészítő napokról beszélgetünk, a hétfő és a keddi nap, mind a kettő a felkészítő napok jegyében telt. Mire készít föl ez a rendezvénysorozat akkor? Mi az igazi tartalma, ami mögötte van? A munkahely keresésre, az álláskeresésre, a munkai pályázatok elkészítésére, beadására készítenek föl ezek a rendezvények, illetve hát hazai, nemzetközi munkavállalási lehetőségekkel, továbbtanulási lehetőségekkel, vagy akár önfoglalkoztatással, ugye vállalkozással is találkozhatnak az érdeklődők. Akkor ugorjunk fejest az egész rendezvénysorozatba. Mennyien jöttek el, hogy fogadták, kik vettek részt rajta? Egyrészt megközelíthetjük ugye a kiállítók részéről, ami az állásbőrzének a talán a legérdekesebb, legizgalmasabb része. Azt mondhatom, hogy sikeresnek nevezhető mindenképpen az idei bőrzénk, hiszen az ország több nagy egyetemén, főiskoláján is elmaradt az idei állásbőrze a vállalatok érdektelensége miatt, hiszen a világgazdasági válság komolyan sújtja most ezt a területet. Örömmel mondhatom, hogy nekünk egy stagnáló állapotot sikerült elérnünk. Tehát most idén ennek is örülnünk kell, hogy ugyanolyan létszámmal érkeztek a cégek, mint a tavalyi évben. A hallgatói oldalról pedig azt mondhatom, hogy a tavalyi év sikerén egy kicsit felbozdulva, idén még nagyobb tömegeket sikerült megmozgatni a kiállításon. Voltak-e kiállítók, munkahelyteremtők, akik konkrét ajánlatokkal érkeztek, hiszen pont említi, hogy egy recesszióban vagyunk. Így van, ennek ellenére azért a hiány szakmák még mindig megvannak, és nem csak a hiány szakmában, hanem egyéb területeken is konkrét ajánlatokkal is érkeztek vállalatok. Ugye hát ez egy nagyon szerencsés helyzet, az érdeklődő hallgató nem csak hogy leadhatja önéletrajzát, hanem azzal a munkatársal találkozik, akivel gyakorlatilag ő majd a felvételi elbeszélgetését fogja folytatni, hiszen a vállalatok többnyire a HR munkatársukat küldik ki képviselőként. Menjünk végig egy ilyen folyamaton. Hogyan zajlik ez az állásbőrze? Oda megyek a pulthoz, jó napot kívánok, és akkor mi van? Ugye hát attól függ, hogy mi a célom. Hogyha komoly elhatározással érkezik a bőrzére, terveim vannak, akkor ugye azokat a standokat látogatom meg, ahol olyan cégekkel találkozhatok, akiknél vélhetően az én elképzeléseimet tudom majd érvényesíteni, de hát azért nagyon sokan még inkább tapogatózó jelleggel érkeznek ezekre a bőrzékre. Érdemes minden standot meglátogatni, meghallgatni az ajánlatokat, mely cég milyen területen, milyen pozícióban, milyen földrajzi területen keres munkatársakat, illetve hát ugye a kiállítók között itt volt a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. Ők azért teljes körű átfogó képet tudnak mutatni az egész régió munkaerőpiaci helyzetéről. Tehát igazából a tájékozódás, amire úgy gondolom a hangsúlyt itt helyezni kell. A két szervezeten túl mennyire érződött az, hogy mekkora régióról van szó? Szóval Eger és környéke, Heves megye, Észak-Magyarország, mennyire tágult a kör? Regionálisnak hívjuk az állásbőrzénket, és hát ez így is van. Ugye a régiónkba tartozó valamennyi megyéből érkeztek vállalatok, cégek kiállítóként, de hát ugye a régión túl is nyúlt a rendezvényünk, hiszen budapesti, debreceni cég is volt jelen. Hogyan összegezni a tapasztalatokat? Mennyire sikerült előrelépni, és mennyire sikerült sikeresnek lenni? Igyekeztem minden vállalat legalább egy képviselőjét megkérdezni, már a rendezvény idején is, és utólag is végzünk felméréseket ezzel kapcsolatban.
nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és igazából az esett nagyon jól, hogy hasonlítanak minket egyetemek, főiskolák hasonló rendezvényeihez, és itt is megállja a mi rendezvényünk a helyét. És hát ugye megint nézzük a másik oldalt, a hallgatók, akik szintén pozitívan nyilatkoznak, mert olyan információkkal gazdagodtak, amit valóban csak HR-es munkatársaktól, valóban csak a munkaerőpiac kereseti és kínálati oldalának találkozásánál dolgozóktól tudnak megszerezni. Bízunk benne, hogy minél többen partnerre is találnak egymásban majd rendezvények kapcsán. Ezt egyébként nyomon követik, hogy a rendezvény alapján tudnak-e álláshoz jutni a hallgatók? Van erre mód? Lehetőség? Igazából ezt nagyon nehéz követni. Nagyon nehéz követni, csak a jó hangulatú, pozitív visszajelzésekre tudunk itt is alapozni, hiszen az a hallgató, aki ezen keresztül találja meg a munkahelyét, ugye kétféle ember típus létezik, vagy az, aki már nem foglalkozik a korábbiakkal, vagy az, aki hálás köszönetet mond akár egy e-mailben, vagy egy telefonon. És ilyenekkel is találkozunk, és ez tényleg örömteli. Sőt, találkoztam most egy olyan volt hallgatónkkal, aki az egyik cég standjában, mint képviselő, mint kiállító jelent meg. Két évvel ezelőtti állásbőrzéken találták meg egymást, és most már ő, mint a cég képviselője, mint a HR-es munkatársa volt jelen nálunk. Azt hiszem, ez az igazi siker, ezzel lehet mérni. Hát köszönjük szépen, és hát reménykedjünk benne, hogy minél több hallgatónk megtalálja a helyét, és minél több állás kínáló is látja ebben a fantáziát, hogy ide jöjjön, és jól képesített szakembereket szerezzen magának. Hölgyeim és uraim, ez volt az Arról van szó, az első májusi Arról van szó, az Eszterházy Károly Főiskola heti aktuális műsora. Ne feledjék köszönteni az édesanyákat, hiszen első hétvége van, május első hétvégéje, szokás szerint anyák napja, szép tavaszi virággal. Köszöntsék őket is kedves gondolatokkal. Megtisztelő figyelmüket a műsorban közreműködő valamennyi kollégám nevében megköszönöm. Tartsanak velünk máskor is, nézzék a Licelom televízió műsorait. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva találkozunk. A viszontlátásra!